Az önkormányzat azt állítja, ők nem is tudtak arról, hogy a part nem az ő tulajdonukban van. Az elmúlt 15 évben egyszer sem szólította fel a tulajdonosa, a magyar állam, hogy fizetniük kellene a bérleti díjat. A strandot üzemeltető cég vezetője szerint ki is van függesztve bejáratnál, hogy nem a strand használatáért, hanem az önkormányzat által működtetett kiszolgáló helyiségekért fizet a vendég. Ez konkrétan, ami ugye nekünk a tájékoztatónkon kint is van, tehát a belépőjegy, az a díjmentesen használható szolgáltatásokra fizeti meg a vendég, tehát nem magára ahhoz, hogy odajusson a parthoz és ugye fürödhessen a Balatonba, hanem ugye ami az önkormányzat tulajdonában lévő területeken lévő vizes blokkok, zuhanyok, WC-k, illemhelyek és egyéb szolgáltatások, tehát erre fizeti meg a vendég a belépőjegyet. Az önkormányzat szerint, ha nem is fizettek, de minden évben szépítették a strandot. Több mint 30 éve üzemel így ez a strand, és nem érkezett a vízügytől sem megkeresés ugye arra vonatkozóan, hogy ezt a területet bérelni szükséges lenne. Ugye a strand, ahogy láthatjuk, és körbe megyünk, ez folyamatosan szépül, újul. Ez az idejében is megtörtént. Idén a vizes blokk került felújításra, új vízi attrakciók is telepítésre kerültek. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatósággal volt szerződése a településnek a part használatra, de az 2008-ban lejárt. Most azonban újra kötötték a megállapodást, ami 15 évre szól, és havi 1,3 millió forintot kell fizetni az önkormányzatnak az állami part használatért. Azt, hogy a jogtalanul beszedett összegnek mi lesz a sorsa, arra senki nem tudott stábunknak választ adni.